Na szevasztok, fanok! Akkor nézzük meg, hogyan kell egy parabolantennát összeszerelni tisztességesen. Ez egy nagyon jó márka, ezt ajánlom mindenkinek, de ha nem találtok ilyet, akkor nyugodtan érjétek be egy Gilberttel. Igazából egy jó minőségű parabolantenna összeszereléséhez egyetlen egy villás kulcsra, meg talán egy csavarhúzóra van szükség. Amihez ennél több kell, azt nem gondolták át igazán. Ez már egy használt tányér, de hát az összeszerelést ezen is tökéletesen meg tudom nektek mutatni. Jófajta tányérokhoz kapupánt csavarokat adnak, tehát nem kell hozzá ellenfogó, hiába van rajta ilyen csavar fej, mivel kapupánt csavar négyszögletes lyukba is megy be, ezért nem szükséges ellenfogni a meghúzáshoz. Tehát kezdjük is el az összeszerelést, fölrakjuk ezt a hátsó tagot, ez mindig külön van. Az anyacsavar is egybe van, alátét, meg rugós alátét is, tehát azért érdemes nem 5000 forintért, hanem mondjuk 8000-ért venni parabolantennát, mert sokkal kezesebb, megkönnyíti az összeszerelést ezekkel az anyákkal. Ezt érdemes mindig a földön csinálni, hogyha sátortetőre megy a telepítés, akkor egy zsinórral felhúzni, ha egyedül szerelsz, mert ha a tetőn valamit leejtesz, akkor mehetsz egészen az ereszig, ha nem volt szerencséd megkeresni az alkatrészeket, tehát sokkal könnyebb a kész antennát felhúzni. Na, a legnagyobb részt rászereltem. Ezeket a anyákat elsőre érdemes jól meghúzni. Na. Mert ez fogja tartani az egészet. Az összes többi a beállításhoz kell. Azokat ugye nem kell meghúzni még nagyon, csak hogy álljon valahogy. Oké. Akkor van ez az árbóc tartó. Majdnem szimmetrikus, de mégsem az. Itt van egy ilyen U alakú rész rajta. Az kerül fölülre, ugyanis, hogyha azt kihajtod, akkor megtartja az árbóc tetején az egész tükröt, és ezért nem kell tartanod, és egy kézzel is könnyű szerelni. Tehát amikor ezt rászereled, akkor figyelj arra, hogy ez kerüljön fölülre. Na, ide is jön a két kapupán csavar. Ez szinte mindegy, hogy melyik irányból rakod be. A balkezes vagy, akkor balkéz felé álljanak az anyák, mert ugye azokkal fogod meghúzni a végén. Ha jobbkezes vagy, akkor jobbkéz felé. Ami még itt érdekes, hogy itt van rajta egy skála, amint látjátok, 0-tól 90 fokig, és Magyarországon 30 és 40 közé érdemes így hidegen elsőre beállítani. És hogyha függőleges az árbóc, amire szereled, akkor már nem kell sokat finomítani rajta, hogy jó legyen. Tehát ezt nem kell túlságosan meghúzni, mert itt még majd fogunk rajta állítgatni. Oké. A jó minőségű tányérok ismerve szinte egy 2 darab árbóc rögzítőt adnak hozzá. Amihez csak egyet adnak, azok általában ilyen 60 centis kis kemping tányérok, amik azt mondom, hogy a nyaraláshoz jók lehetnek, de egy családi házra én biztos nem szerelnék fel olyat. Akkor itt van még ez a négy anya, ezt is csak rákapatjuk. És jön a fejtartó. Hogyha olyan antennád van, amihez ilyen L alakú
zárcelvényből van görbítve a fejtartó, akkor arra nagyon figyelj oda, hogy nézd meg az alsó, külső ívet, hogy van-e oda egy-két luk fúrva, ha nincsen, akkor fúrjál bele, már a fel is van szerelve, még akkor is fúrjál bele, mert azoknak a parabolantennáknak az az ahilles sarka, beleesik az eső, télen megfagy, és szétnyomja ezt a fejtartót, és akkor már rögtön nem fókuszba lesz a fej. A profi fejtartó viszont így néz ki, ilyen műanyag patentokkal lehet pozícionálni, tehát bedugod, bepattan, és már rögtön jó helyen van, nem neked kell vacakolni vele. És amire még figyelni kell, hogy ez a perforálás, ez alul legyen, tehát most fejjel lefelé van a tányér, ezért fölül van, mert nagyon sokan még azt se tudják, hogy ott kell bedugni a coax kábelt. Na, tehát így bedugom, bepattan, és már kész is. És majd a coax kábelt nem hozzá kell szikszalagozni, hanem itt bedugod, itt hátul kijön, és kultúráltan néz ki. Na, utolsó lépésként van a zsebemben egy sárp fej. Ezt fogjuk beleszerelni. Fejtartóban is több fajta van, érdemes abból is tartani az autóba többet, mert néha csak az reped el, és hogyha azt kicseréled, és van nálad pont olyan, akkor megúszod a komplett tükörnek a cseréjét. És akkor ez is ugyanez a pattintós rendszer, ilyen műanyagokkal. És kész is vagyunk, ehhez még tartozik egy rögzítő csavar, amit szinte nem kell meghúzni. Ha ezek a fókuszpont, meg polarizáció neked nem mond semmit, akkor kérlek nézd meg a témában a legelső videómat, és akkor rögtön értelmet nyer, hogy miért kell majd a beállításkor csavargatni, meg húzogatni, tologatni a fejet, mert a tökéletes, stabil vételhez egy precíziós beállítás szükséges. Na, akkor nézzük meg, hogy mire és hova szereljük föl ezt a parabola antennát. Na, akkor nézzük meg, hogy mire lehet felszerelni egy parabola antennát érdemben. Ugye először is itt vannak a horganyzott csövek, csak hogy ne kelljen festegetni. Ez egy tökéletes választás, hogyha sátortetőre kerülne a parabola antenna, viszont nem mindegy, hogy milyen vastag. Tehát ez egy nagyon pilicka, itt látszik akkora, mint a hüvelykújjam, tehát ez semmire nem jó. Legalább 6/4-es csövet kell vásárolni az embernek, hogyha tetőre szerel antenna árbócot, főleg, hogyha nem is egy, hanem több antenna megy. Ez a fali konzol, amit a legtöbb szolgáltató ingyen ad a szolgáltatásához, persze magyar szolgáltatókról beszélek. Hát ez már egy fali tartó, viszont nagyon szerencsésen helyzetben, ugye ugyanabba a téglába megy be mind a négy luk, és hogyha az a tégla laza, akkor az egész mozog, a széltől megint instabillá válik, meg minden, tehát ez egy ilyen ingyen jó, de pénzt ne adjatok érte megoldás. A profi megoldás az a talpas falitartó. Amint látjátok, itt már elég nagy távolság van a négy csavar között, persze érdemes minőségi kék tiplit vásárolni és hosszú csavarokkal beszerelni, és ennek még van egy nagy előnye, hogy különböző hosszúságokba lehet kapni. Ez itt egy 40 centis, de van 60-as, meg 80 cm-es változata is, ami azért jó, mert hogyha fölrakod egy északi, vagy illetve egy keleti, vagy egy nyugati falra, akkor is majdnem 90 fokba ugye el tudod fordítani a parabola antennát a déli irányba, ha megfelelően eltartod a faltól. És hogyha az a szerencsétlen helyzet van, hogy ugyan van stabil erkélykorlát, de ilyen zárcelvényből van, tehát négyszögletes anyagból, hát meg se próbáljatok rá szerelni parabola antennát, mert nem tudjátok elforgatni, akkor meg egy ilyen erkélytartót, eltartót kell vásárolni, mert ez úgy van kiképezve, hogy pont rá tudod rakni a zárcelvényre, és onnantól már a kör a célra, ami szintén ugye horganyzott, tudod rászerelni a parabola antennát, és akár fél fokonként is tudsz rajta forgatni és finom hangolni. Na, akkor nézzük meg ezt a kertet, hogy hova lehet itt egyáltalán felszerelni egy parabola antennát. Na most, hogy összeraktuk a parabola antennát, nézzük meg, hogy hova lenne érdemes felszerelni.
Elindítom ezt az applikációt, amit ingyen le lehet tölteni a Play áruházból, és hogyha délfelé fordítom a kamerámat, akkor rögtön látszódik a geostacionos pálya az egyenlítő fölött az összes telekommunikációs műhold. Ezt a GPS és az iránytű segítségével a kamera képébe rá is tudja vetíteni nekünk. Tehát ide nem nagyon lenne érdemes felszerelni a parabolantennát, mert hogyha bezöldülnek a fák, akkor a levelektől már teljesen megszűnne a vétel. Menjünk egy kicsit arrébb. Itt két fa között azt a pár műholdat ugye el lehetne érni, de hosszú távon ez sem tanácsos, mert a fák nőnek, terebélyesednek, magasodnak, tehát ez se jó. Menjünk még arrébb. Na, itt van az én kis kertemben egy kis famentes rész. Tehát lehet látni, hogy nyugatról egészen odáig keletig rengeteg műhold látszódik, de hogyha beállítom azt, hogy csak a számomra kedves műholdakat mutassa, akkor rögtön látszódik az a pár műhold, amit Magyarországról a legtöbben néznek. Ott van ugye a 19 fokos Astra, 13 fokos Hotbird, ott van a 9 fokos Eutelsat, ott van a legtöbb szabadon fogható magyar nyelvű adás, aztán az 1 fokos Tor, ez a UPC-nek és a Diginek a közös műholdja, és ott van a 4 fokos Amos, ami meg a Telekomnak a jeleit sugározza, még amíg működik, mert egyébként arra már szerződést nem lehet kötni, a Telekom kivonul a piacról, de azért idén szerintem még rengetegen fogják beállítani azt a műholdat is. Na jó, szóval nekem ez a pozíció megfelel.